Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jó van, jó van, megtöröm a csendet, beszélgessünk a Tenokon 2020-ról. Jön egy aféle összefoglaló videó, szóval fogunk beszélni itt a legfontosabb dolgokról. Nem érdekelnek a skinek, amik behoznak, és nem érdekel a Warframe árt, amit láttam, amúgy sem volt számomra túlságosan lenyűgöző. Beszélgetünk az új Warframe-ről, ami be fog jönni, ugye a Broken Warframe, mint a Community csinált, a Heart of Deimos-ról fogunk uh, beszélni, tehát hogy az új Infested uh, bolygóról, és fogunk beszélni a Warframe-ek képesség cseréléséről is, hogy mindenkinek tiszta legyen arról, hogy mi a jó Isten lesz ez. Ezekről lesz szó. Úgy gondolom, hogy ezek voltak a legfontosabbak uh, ebben a tenokonban. Sajnos semmi hír a Duviri paradoxról, semmi hír a Second War-ról, uh, vagy New Warról, vagy milyen jó a már el is felejtettem a címét, olyan rég volt. Um, szóval ezekről nagyon semmi hír nem jött, sajnálatos, de legalább, hogy őszinte legyek, egy őszinte tenokont uh, kaptunk, uh, nem vágtak fel semmivel, és eléggé őszinte gameplayt láttunk ebből, ebből a szempontból, és semmi e, nem tűnt hazugságnak, gondolk itt a <coughs> rage <-ekre. coughs> Szóval, e, ja, elég korrektnek tűnt a dolog. Elsőnek, és e, első, menjünk a haladási szorrendbe, ahogy mondtam, tehát beszélgessük a Broken Frame-ről, nagyon röviden, e, kurva jól lesz ki, nagyon tetszik, hogy egy csontváz az ultimétje, és így felrobban ez az egész. A kép, Az összes többi képessége nem tűnik túl nagy számnak. Habár a kettes képessége, ha jól emlékszem, az az, amikor ellopja az ellenfeleknek a fegyverét, abban igazán látok némi potenciát, hogyha idő alapú lesz, és az az idő alapú is sok időről van szó. Nagyon tetszik az, hogy az enemik szintjével skálázódik a fegyver. Na most mit jelent ez ránk nézve? Nagyon jól tudjuk, hogy mekkorát sebeznek a, a fegyverek, az ellenfél fegyverek, vagyis, hogy mondjam, a ellenfél fegyverének sebzése a te kezedben nullát érnek, gyakorlatilag. Ja, ezt, ezt így lehet elmondani. Tehát kb. gondoljátok végig azt, amikor klem lövöldözik a mobokra. Egy, egy 130-as klem vs. 130-as mobok nem túl sokat ér. Szóval, hogyha ez így lesz a kettes képességgel, akkor az elég gázos. De viszont, hogyha erő hatására, tegyük fel, hogy strength modok hatására, ugye, megnövekszik a fegyverek sebzése, az már mindjárt érdekes. Tegyük fel, hogyha egy crewmannek elvesszük a sotgányát, uh, akkor az elég OP damage uh, fog uh, csinálni, hogy őszinte legyek. Szóval meglátjuk, hogy hogy fog alakulni, uh, de nagyon-nagyon hangolat és nagyon tetszik ez a csontváz koncepció, hogyha az ultiból lesz. A többi képessége, hogy őszinte legyek engem hidegen hagyott, uh, de van egy olyan érzésem, hogy nagyon is van ebben a warframe potencia. A következő dolog a Heart of Deimos. A Heart of Deimos az tulajdonképpen egy új rendszer lesz, bolygó, másnak a holdja. Hívjátok, vagy akarjátok. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ez a központja lesz a, az infested hive majdnak központi agynak tulajdonképpen. Ez azzal fog járni, hogy az orokin derelikt megszűnik. Úgyhogy most csináld meg a hard módot hogy meglejen az oroking derelik kis szabracskát, mert el fog tűnni ides egy hónap. Szóval kösd fel a gatyádat. Mit, mit, láthatunk, vagy mit tudunk a Heart of Demos-ról? Gyakorlatilag egy farm lesz, open world, hála Istennek nem olyan szintű open world, mint a Cetus vagy Fortuna, nagyon hangulatos, nagyon jól néz ki. Lesz neki egy esti és nappali körforgása, ahol a nappalt egy baszott nagy csáp fogja szolgáltatni, ami világítani fog, nagyon-nagyon-nagyon hangulatos hangulatosan fog kinézni. Na most ezen a Démoson található egy régi orokini család, aki gyakorlatilag meg van már fertőződve az infeszteddel, na most ennek a valakinek, aki ott a túlélő, és így megfélig meddig infested, ugye őt hívták ott a mother az anyának, és ő fog minket ellátni küldetésekkel. Na most ebben a küldetések közepette bele fogunk futni a nek nekrolisztekbe? Nek ne nekralisztek. ugye ennek nevezték el nekrolisztek? Mm, hello, Már tudom, minek nevezem el az első mekenet a nekromeknek. <laughs> szóval, uh, ja. És úgy néz ki, hogy ezeket a megkeket vezetni uh, fogjuk, és saját magunk megépíteni, szóval kell, és valószínűleg úgy lehívni, mint az archwinget meg a uh, kis lebegő deszkánkat, meg az Archgun, szóval valószínűleg úgy lehet őket küldetésbe hívni, ez csak spekuláció, de több mint valószínűleg így lehet. A lényeg az, hogy baszott nagy megkekkel fogunk mászkálni, és baszott nagy infesztetek infeszteteket fogunk ölni, és remélhető, nagyon jó kis damage fognak kinyomni, mert ha nem, nagyon csalódott leszek. Azt akarom, hogyha a Warframe ultimate mondjuk a Baruch Ulti 50 ezres sebez arra szerencsétlen módra, azt akarom, hogy ez a Mac, ez 90 ezres sebezzen golyónként akkor lesz igazán értelme. Addig sem értelme. Ha nem lesznek tömegpusztítóak a képességei ezeknek a mecheknek, akkor igen, igen szomorú leszek, már pedig a videóban nem igazán láttam tömegpusztítást. De lehet, hogy tévedtem. A lényeg az, hogy sok-sok XP-t akarok kilátni, látva írni a, a, a képernyőben. Ez a fontos. Hogyha már egy megbeszállok be egy Warframe-mel. Warframe-mel, ami bolygópusztító, némelyik bolygópusztító erővel és képességekkel rendelkezik. Egy Warframe beszáll egy megbe. Szóval az a meg, az ketté kell törje azt a bolygót. Na jó. Meg van beszélve. Heart of Demos. Nagyon, amúgy tényleg jól nézett ki, nagyon hangulatos, nagyon ott van a szeren, és, és um, a küldetések egyre inkább ilyen Destiny szintű Öm, sztrájkokra hasonlítanak, ami nem rossz, és, és úgy gondolom, hogy a warframe ráfér az, hogy kapjon strike, olyan de destiny szintű sztrájkokat, hogy egyes bolygókon egyes pályákat alakítsanak át, küldetések, frankók, frankon ilyen destiny szintű sztrájkokkal, és úgy néz ki, hogy a Heart of demos ban kapunk valami ilyesmit, ahol feladatokat kell menni és végrehajtani. Természetesen a Warframe koncepciója az, 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 hogy ez egy gyors játék, gyors küldetésekkel, szóval valószínűleg nem lesznek olyan túl hosszúak, mint egy destiny strike, de hogy már a kezdemény ott van, az már nem rossz. Hogyha már eljutunk odáig, hogy az adott bolygókon, ahova utazunk, olyasmik történjenek, mint a Destiny-ben történnek, tehát ilyen random eventek létrejöjjenek, annak is hihetetlenül boldog lennék. Tehát random eventek, amit nem mi aktiválunk, de jár valami bónusszal, szerintem az kurva jó volna. És akkor itt, itt is mondanám el, hogy a Cetus Fortuna és a Heart of Demosnak a beérkezésével Warframe két világra szakad, a régire és az újra. És az új, ami az Open Wördes, küldetéses, strike-szerű. Um, küldetések felé halad, és a régi, ahol ezt a folyosószerű, ugye hagyományos küldetéseket csináljuk, ami mind a kettő amúgy azt, azt hiszem, hogy egészen jó, és egészen kulturált. és az a vicces, hogy a játékos már a játék elején eldönteti, hogy melyiket követi. De valahol egyik a másik nélkül még egyelőre nem tud meglenni, de azt mondom, hogyha csak Fortunát, Cetust és Heart of demos Formolnám, akkor is igen, igen boldog lennék a játékban, és nagyjából meg lenne mindenem, amire szükségem van. OP fegyverek, OP kardok, meg lenne egy railjack, meg lenne az arkének, és, és többségében meg lenne majd, hogy nem minden mod. Ja, amit nem meg szóval nem tudom, mi lesz a vaultokkal, valahova elhelyezik őket, ugye, hogy megszűnik az orakin derelikt, valahova el lesz helyezve a volt, nekem van egy olyan érzésem, hogy Ugye a Hartap Demosban valahol meg fogjuk őket uh, találni. Elképesztő lore történet fog napvilágra látni, és már alig várom, hogy. Uh kinyíljon a <laughs> csipám ebből a szempontból, és egyre többet tanuljak arról. Egyre közelebb kerülünk, mint warframe az infestethez, az otthonunkhoz, így mondva, mert ugye a warframe az infestedből lettek, az infested vírusából, így aztán a, az infested igen-igen igen hívogat minket, hogyha megnézitek minden boss, ami, a, minden infested boss, a, akit leölünk, és miközben megyünk, feléjük, mind, mindig beszél hozzánk, és egyik sem mond ronda szavakat, mindegyik fogad minket, mindegyik, mindegyik azt mondja, hogy használj minket, olvasz magadba, és a többi. Szóval az Infestet szeret minket, és ebből adódóan, hölgyem és uraim, végre az űrhajócskádon az Infestet szobádnak értelme lesz. Ugyanis, hölgyem és uraim, Warframe képesség cserélésre leszel képes két módja lesz ennek. Úgy néz ki, hogy az infesztett kabát, ö, szobát kap egy nagy szájat, ami meg fog enni mindent. Mindent, amit adsz neki, meg fog enni. Szóval, ö, és cserébe ad neked képességeket. Na most ez szintezi lehet, tíz szintet tíz lehet léptetni ezt a nagy szájat, infesztett szájat, ami mindent megeszik, és hogyha fellépteted mind szintet, akkor ez képességeket, extra képességeket fog tudni adni a, a warframe vagyis hát lecserélheted a warframe egy képességét, ennek az infestett uh, helmítnek, oké, okay, nevezük helmitnek, a nagy szájat, hogy mindent megisztelt, helmit képességeinek egyikére. Ja, például, ha nem, nem, ahogy mutatták ott a videóban is, fogod, és mit tudom én, megbe beleraksz egy, mi volt ott, egy olyan képességet, ami felgyógyítja a kubrodat, és azonnal magad mellett terem. Tehát, ja, volt egy ilyen, hogyha jól láttam. De itt nem ér véget az egész. Beolvaszthatod a warframe ebbe az egészbe, és 24 óra alatt ez a valami elveszi a vorfőek képességét, és cserébe felajánlja neked, hogy beleted egy másik Warframe-re. Tehát, például, hogy mutatták a videóban is, ugye, uh, Megan uh, feláldozta a voltot, és a voltnak az egyes képességét belerakta az Excaliburnak, az egyes képességének helyére. Na de hál' Istennek nem vészel teljesen az Excalibur egyes képessége, mert ABC uh, modolásaitba el tud dönteni, hogy ABC konfigba tegye bele. És így aztán megőrizheted, de azt egy új képességet egy olyan warframe ami eddig nem volt. Ez, ez például mit jelenthet? Um, korának, hogyha az egyes képességét meg lehet szerezni, és rárakod egy rínóra, és ott az Iron Skin és korá egyes képesség, vagy, vagy, rárakod, -e a, vagy, vagy rárakod az Inaroszodra, vagy, vagy akármire, akkor um, a Wukongnak az egyes képessége az Excalibur Umbrával. Értitek, amit mondok? Mert... Na, de a trükk ebbe az egészben az, az lesz, hogy nem minden képességet fogsz tudni átalakítani, sajnos. Uh, mert hogy az ultikat nem fogják odaadni, nagy kár, de semmi baj, vannak olyan uh, harmadik-másik képességek, amik nagyon ópék, és minden képessége, ha van hozzá augment mod, használhatod az augment modot, ami ezt fantasztikus. fantasztikum. fantasztikum. Uh, hogy is mondjam, jellegzetes képességek sem lesznek átvihetőek, mint például a nekrosznak a deszekrétje, je uh, ugye bátor az egy jellegzetes képesség, amit, ami, ami, amit, nem fognak engedni, mert hogy már túl lenne. Gondol végig a rossz a Érted, amit mondok? végtelenségig ott vagy, végtelenségig ott vagy, és farmolod a, 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 a Szóval, Lesznek, lesznek, lesznek ö, érdekes kombinációk, de például én már egy fejbe simán kidolgoztam ö, azt a dolgot, hogy hogyan teszem az Excalibrumot OP-vá, mert ugye például nagyon kevés az ereje, de hogyha például a, a, az equinox az éjszakainak a harmadik képessége, és az Equinox harmadik képessége transferelhető lesz, akkor a Peaceful Provocation Augment moddal az egész környéket belassítva, magam körül és vakítva az Excaliburból, egy Uber OP állat lesz. Így is Uber OP, ha nagyon akarjátok, csináltok róla egy videót. Így is Uber OP, de úgy aztán még gusztusanabb lenne. Értitek, amit mondok? Szóval jó kis izgalmakkal jár ez az egész, és ez a dolog, ez az egész dolog nem lesz kezdőknek való. Szóval készülj fel, mert minden nyersanyagodra szükséged lesz, az biztos, mert ez a száj, ami mindent megeszik, ez mindent meg fog enni. Minden nyersanyagot, mindenfajta nyersanyagot is, minden képességhez, amit elnyel, minden minden Warframe hez amit elnyel, másfajta nyersanyagot kell adjál neki, Úgyhogy mindenből kell fordni, hogy mindent. Ez nem szegény játékosoknak lesz az egyszer biztos, nem az a játékosoknak lesz, akik sajnálják feláldozni a Warframe-eket. Prime Warframe-eket nem fogsz tudni feloldani, és nem fogsz tudni képességeket beletenni, csak a simákba. Ez potenciálisan felzárkóztatja a simákat a Primok -ok mögé, sőt, némelyiket erősebbé is teszi, mint ami. Egy-két képesség, olyan meták fognak kialakulni gyerekek, egyes es Warframe-ekre, jesszus uh, Izgalommal nézek elébe, de vegyes érzelmekkel. Uh, igazából, mert uh, teljesen megboríthatja a játékot, uh, és azt a csöpnyi nehézséget is, ami benne van. <laughs> uh, engedjétek meg, hogy úgy fogalmazzak, hogy azt a csöpnyi nehézséget is, ami ebben a játékban van, ha nagyon keresed, biztosan találsz, azt tönkre fogja tenni. De mindenképp egy új valami, ami, ami az arra lesz jó, nekem úgy tűnik, hogy ha már baszottul mindened megvan ebbe a játékba, akkor kavart fel egy kicsit azt a vizet, és, és csinálj, valami, csinálj valami jót ezzel az egésszel. Szóval, uh, ja, én várom. Ennyi, ennyi lett volna, hölgyeim és uraim, a Tenokon 2020. 6 órában lesztrimelték, amit én 15 percben elmondtam, gyakorlatilag, és a többiről majd meglátjuk. Természetesen van ott, van ott sok minden, tehát lesznek új frémek, karácsonyig három új frémet akarnak behozni, és ezek közül a broken frame kívül a másik kettő is rohadtul jól néz ki, a Wraith meg, meg, az Alchemist. Szóval, ja, ezek, ezek rohadtul jól, jól, néznek, ugye. És ilyen apróságok mind, mind voltak. Nem lesz túlságosan nagyszerű, a a következő év, hogy így, hogy így mondjam, semmi nagyon extra nem várható, de, de igazából nem is baj, és úgyis, úgy is van egy olyan érzésem, hogy bár híreket a Duviri Paradixról és a New nem nagyon kaptunk, nekem van egy érzésem, hogy ezek jövőre fognak landolni, így is, úgy is, csak vissza kell menniük valószínűleg a stúdióba dolgozni mindehez, hogy, hogy ezt leték az asztalra. Ahhoz képest, hogy egy, egy vírus járvány közepette vagyunk, ez egész elfogadható, amit csinálta. A Warframe így is már a, egy hatalmas játék lett, és lassan-lassan már a skáláját, a tartalmának, lassan-lassan én már a Black Desert online-hoz tudom mérni. Azért még el van attól maradva természetesen, de már-már közelíti azt a szintet, hogy annyi minden játszani és tenni való van ebben a játékban. És, és ha bár a farmolásról van szó, és arról szól, hogy legyél erősebb, annyi minden található meg a játékban, és annyi érdekességet tud nyújtani úton, útfélen, hogy, hogy, az ember játszik vele. Nem azt mondtam, hogy nehézséget tud nyújtani, hanem azt, hogy annyi minden újdonságot. Tehát ugye ott van a régi Warframe, ezek a, és annak különböző játékmódjai a folyosószerű játékokon. Ott van a nyílt világa, és annak a különböző játékmódjai. Ott vannak a sentientek, ott vannak a bossok, a felújított bossok, amik igazán érdekesek, és jól nézek ki, és ugye ezek által megszerezhető Warframe-ek továbbá, az a, a, az egy által megszerezhető árkének, tehát Eidolon harc is ott van benne, uh, akkor uh, ugye a nyílt világoknak a különböző küldetései és éventjei ott vannak benne, akkor a chillelt játékosoknak ott vannak az olyanok, mint a halászat meg a bányászat, annak, akinek ezt, ezt játéknak tudja nevezni, de hát rengeteg embert látok ezt csinálni. Um, a pókharcok tök jól néznek ki, uh, és jó, jó, jó ellenük harcolni akkor Railjack, egy külön önmagába játék módig a sok értelme még nincsen, de attól még élvezetes vele játszani, tehát élvezetes a játék mód. Ezt, ezt meg be kell ismerni. És most itt lesz a Heart of Deimos, ami egy külön új infested világ, lore történet tartalom, ami, ami kiegészíti a warframe -et. Szóval, hogyha végig akarod játszani a warframe megteheted. Megkapsz érte egy singleplayert, kiváló single player-t, kiváló challenge-eket, és, és, azért mondom, hogy megkapsz érte kiváló challenge mert hogyha ö, csak így gyorsan végig azt a tartalmon, akkor nem lesznek meg a legópébb módok, se stb. és egy egy dolom harc például kihívás lesz. Érted? Egy Railjack kihívás lesz, és, és a Warframe fog tudni kihívást nyújtani mindazok számára, akik nem 7 éve kezdték a játékot, és agyon farmolták magukat, és olyan szinten értik, és teszik, ö, olyan szinten értik a Warframe-et, és a metát, ami körülveszi a játékot, hogy könnyedén haladnak minden küldetésen végig. Egy új játékos ezeket nem fogja tudni, és egy Eidolon harc az kihívás lesz, Railjack harc kihívás lesz, a pókharc meg egyenesen frusztrálóan kihívás. Szóval, és egyre inkább realizálom, ahogy, <coughs> ahogy... játszok idegenekkel ebbe a játékba, és, és randomokkal, akik ilyen alacsony mesteri rangúak, annyi mindent nem tudnak a játékról, és most ezt nem felhányni akarom nekik, hanem egyrészt, mert hogy újak, és, és sosem fogják megtudni a, a régi dolgokat, én, én nagyon sokat táplálkozom a régi tudásomból. És hogy mennyire lehet alkalmazni ezt az újra, és mennyire tudom összekeverni az új metával, a régi metát, és nagyon jó kompozíciók születnek meg időnként. És, de az újak nem tudják ezeket a régeket, és nem tudják a trükköket, nem feltétlenül tudják azt a mozgáskultúrát, nem feltétlenül tudják hogy mennyire fontos például a tömegszabályozás ebben a játékban, és mennyire megkönnyíti az egészet. Nem mindig a DPS a -e legfontosabb, sokszor be kell áldozni valamit valamiért, és sokkal többet nyersz vele, és ez ilyen apróság hanem ilyen legtöbb új játékos azt hiszem, hogy ilyen uh, erővel neki. Értitek? Megszerzik a modokat, megszerzik azt a jó fegyvert, megszereznek bele egy Rivent, és akkor elkezdnek menni harcolni, de a játék kihívást fog nekik adni, mert nem nincsenek kiteljesedve még uh, a játék mélységeiben. Szóval uh, ja, a Warframe korrekt, uh, de nem annak, aki már ennyire régóta kezdte, mint mi, ti, velem együtt, a nézőim, akik néztek engem. Szóval, ja, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobjál lájkot, like iratkozz fel, még több Warframer, csatlakozz a klánhoz, csatlakozz a Discord-szerverünkhöz, mindenhez link a videó leírásában. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!